két alulról szerveződő pártnak gyűjtünk aláírást, akik komoly változásokat szeretnének. Azt szeretnék, hogyha egészen másképp zajlana a politikai élet, mint az elmúlt 20-25 évben. Az elmúlt 20-25 évben olyan politikai gárda termelődött ki, akik a választások előtt fűtvát megígérnek az embereknek, és aztán 4 évig semmi kötelezettségük nincs, hogy ezt betartsák. Mi a részvételi demokráciát szeretnénk erősíteni, több népszavazást tartani a fontosabb kérdésekben, hogy az emberek érezzék, hogy van beleszólásuk, és tudják alakítani a jövőjüket. Visszahívható képviselőket szeretnénk, hogy pontosan ezért, hogy ne lehessen fűtvát ígérgetni. A közpénzek átlátható elköltését, tehát teljesen nyilvános legyen minden, ami a közpénzekből finanszíroznak, azokat ne lehessen letitkosítani 10 évre. Ezek, akik ezzel egyet tudnak érteni, vagy szimpatikus ez a program, azoknak az aláírását szeretnénk kérni. Szombaton itt vagyunk, szombat délelőtt, jövő héten és vasárnap kint vagyunk a Hátgyári úti piacnál, gyűjtünk aláírás. Hétközben pedig délutánonként járjuk a lakásokat a választókerületben. Akit esetleg alkalmatlan időpontban zavarunk, attól előre is elnézést kérünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Táncsics Péter vagyok, az Új Magyarország Párt aktivistája és az egyik vezetője. Fiatal generációját szeretnénk képviselni, azért dolgozunk, hogy a nagy pártok, mindegy, kormány vagy ellenzéki párt meghallják a hangunkat, képviseljék a generációnkat, a régiónkat, a társadalmi rétegünket. Szerintünk nem törődnek velünk, nagyon fontosnak tartanánk, hogy a munkahelyteremtés, az otthonteremtés és az oktatás előtérbe kerüljön. Szerintünk az oktatásba fektetett pénz nagyon fontos, mindig megtérül. Mi stadion helyett inkább lakást építenénk, mi a futball helyett inkább az egészségügyet támogatnánk. Szeretnénk egy szociális élelmiszerbolt hálózatot, nyugati társadalmakban bevett szokás. A szociális kártyával ebben a bizonyos hálózatban nagyon kedvezményes ára juthatnak a rászorulók jó minőségű élelmiszerhez. Ez talán a szociális segélyeket is bizonyos mértékben kiválthatná. Mi partnernek tekintenénk az egyházat, felkérnénk, hogy segítsen a hajléktalan ellátásban. Nagyon sok ingatlannal rendelkeznek, véleményünk szerint az emberek bíznak bennünk, biztos, hogy segítenének, csak jó hangnemmel kellene velük kommunikálni. Szerintünk nagyon fontos lenne az oktatási reform, hisz ugyanannyi a munkanélküli, mint amennyi a szabad álláshely. A két piac mégsem talál egymásra, mert szerintünk nem jó a szakképzés. Mi örülnénk, ha a gyermekétkeztetés ismét ingyenes lenne, legalább 14 éves korig. Szerintünk egy gyermek sem tehet róla, hogy milyen körülmények között születik. És fontosnak tartanánk, hogy az oktatás még a felnőttek részére is ingyenes legyen, hiszen felnőttként tanulni sem szégyen. Nyelvet, számítástechnikát, a munkaerőpiacnak is folyamatosan új és új elvárásai vannak. Amit 20 éve tanultunk számítástechnikából, az a mai gyermekek szemével is már nagyon elavult. Mi ezeket a problémákat tartjuk nagyon fontosnak, ezt szeretnénk elmondani, ezt képviseljük, ezt keresünk támogatókat. A mi munkaeszközünk a személyes kommunikáció, a személyes megkeresés. Bácsi Áruház közötti téren az Állatvédő Egyesülettel, az Otthon az Állatoknak Alapítvánnyal közösen az 1%-os adománygyűjtő, 1%-os felajánlásgyűjtő kampányunk kezdetén. Ezzel a kiállítással, szabadtéri bemutatóval szeretnénk az embereket, erre járó embereket megállítani, és velük szóba elegyedve egy-egy rendelkező nyilatkozatot átadni nekik. Tulajdonképpen mind a három szervezetről, és azért mind a három szervezetről, hogy egyfajta választási lehetőséget kínáljunk,
annak érdekében, hogy a neki szimpatikusabb, hogy külön szervezetek tudja támogatni, és az adó 1%-ának